Köszöntöm nézőinket! 1971-et írtunk, amikor az akkori Babits Mihály Művelődési Központ vezetője eljött Bogyiszlóra, és megkérte Stier Tamásnét, hogy ugyanbizony lépjenek fel a Szekszárdi Szüreti Fesztiválon. Akkor összeállt egy baráti társaság, és elindult a Bogyiszlói Népi Együttes azóta tartó története. De hogy ez hogy is történt, és egyáltalán a bogyiszlói népi kultúra tovább örökítése hogyan zajlott azóta, arról Stier Tamás néven, az együttes vezetőjével beszélgetünk, akit köszöntök ezúttal, és köszönöm, hogy vendéglátunk a mai napon. Szóval, hogy volt ez a 71-es felkérés? A Babits megkereste az akkori művelődési ház igazgatóját, Ekein Onkát, hogy születi napra készülnek, születi felvonulásra, hogy Bogyiszló is nem részt venne benne. Én itt dolgoztam helyben, és szóltam a műfázi igazgató, hogy segítenék-e. Természetes, hogy segítettem, és egy jó nagy baráti körre, akikkel együtt szoktunk a sok lakodalomba, keresztelőbe készülődni, meg mulatni, összefogtunk, és a TS segítségével jó pár kocsival fölvonultunk, idős emberek, férfiak, fiatalok, gyerekek. Óriási élmény volt ez a 71-es születi felvonulás. Akkora élmény volt, hogy nem is akart utána a baráti társaság szétrebbenni, egyben akart maradni? Igen, akkora élmény volt, és utána nagyon sokat találkoztunk együtt, hiszen nagyon nagy lakodalmak voltak Bogyiszlón, ahol 3-4 napos készületek voltak, és együtt voltunk mindig. És az általános iskolai emlékeinkből próbáltunk élni. Bejártunk a művházba, az általános iskolában Mőzsi Szabó Pista bácsi, meg Kovács Pista bácsi tanító úr tanított bennünket táncolni. És ebből az emlékekből éltünk az elején, amíg 1976-ban a Martin György nem jött Bogyiszlóra gyűjteni. Akkor összeszedtük szintén ezt a nagy baráti kört, és mindenki hozott még magával egy-két embert, és a 76-os filmen meg lehet nézni, hogy milyen sokan voltunk. Thank you.
életetekben mennyire volt jelen akkor az a fajta népi kultúra, amit ma örökítetek? Szerintem benne volt, hiszen akkor Bogyiszlón még az idősebb generáció mindenki bőszoknyába, tehát viseletbe járt. Nyilván hétköznap hétköznaplóban, vasárnap, mikor templomba mentek, akkor ünneplőbe mentek. És ez bennünk volt, az imént említettem, ez a sok lakodalomban, hogy együtt voltunk. Ott nagyon sok mindent ellestünk, elnéztünk az idősebb generációtól, és ez úgy belénk ívódott igazából. Amikor összeállt az együttes, akkor a saját örömötökre táncoltatok, vagy benne volt az a lehetőség is, ami aztán később be is igazolódott, hogy gyakorlatilag bejártatok Európát? Szerintem elsőbb csak saját örömünkre. Az imént említettem, hogy elsőbb az általános iskolai emlékekből, és utána megkerestük a Szabó Pista bácsit, Mözsi Szabó István, hogy segítsen nekünk. De ő a betegségére hivatkozva azt mondta, hogy nem tudja, de van egy nagyon jó tánchoz értő szakember, és kihozza egy este. Meg is jelent a Szabadi Miska bácsival, aki azóta családtagként jár Bogyiszlóra, és akkor elkezdődött igazán a munka. Mit szóltak a tagok? Örült mindenki. El kell mondani, hogy azért mindenkinek volt munkahelye, dolgoztunk, de azért minden péntek este itt voltunk. Volt, hogy mezítlába, kapálásból jöttünk be, és úgy álltunk neki próbálni. Szívvel, lélekkel. Mikor jött az első felkérés? Az első felkérésünk 1978-ban voltunk a Dunamenti Fesztiválon, és nagyon nagy öröm volt nekünk ez. És ott megismerkedtünk egy németországi csoporttal. És 79-ben érkezett egy meghívás németországi fesztiválra. És így kerültünk az első külföldi utunkon 1979-ben Schlitzbe, ami olyan nagy barátsággá ívódott, hogy testvértelepülésünk lett. Így aztán az Egyesület hozta... Igen. A te életedben milyen változást hozott az együttes? Változást? Nagyon sok ember volt együtt mindig péntek este, fiatalabbak, idősebbek. Óriási élmény mindig, hogyha még a korosztályommal le tudunk ülni, beszélgetni, hogy az első próbákon az ajtón belül 8-10-12 idős ember ott ült, és igazított bennünket, hogy így tartsd a kezed. Nem jól léptél, nem jól fordultál, és mi ezt szívesen elfogadtuk. És mi nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, az a baráti társaság, aki az alapítója volt ennek a csapatnak. Ezt most is elmondhatom, csak sajnos már nagyon kevesen vannak belőle. És hát volt mögöttetek egy zenekar? Hogyne. Az felejthetetlen Orsós Kis János bácsi, első perctől kezdve muzsikált nekünk. Csodálatos emberek voltak. Én olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy én 84-ben elkísérhettem őket egy finnországi zenei világfesztiválra. Ott, nem is tudom elmondani, majdnem a kezükön vitték a zenekart. Kottát nem ismerő emberek voltak, és olyan muzsikát, olyat játszottak állandóan, a paraszzenét, bogyiszlói zenét, hogy ott ámultak, bámultak, ott mindenki csak fényképezte őket. Csodálatos emberek voltak, nagyon-nagyon szerettük a Jancsi bácsiékat.
ez a fajta siker egy picit föllendítette Bogyiszlót is? Én azt gondolom, hogy igen, hiszen bármerre eljártunk, az imént említetted, hogy bejártuk Európát, igen. Németországba többször, Ausztriába, Szicíliába, Szardíniába, Belgiumba, Görögországba, Franciaországba, Svédországba. Mindenütt Bogyiszlót képviseltük, a bogyiszlói hagyományokat, viseletbe, dalokba, táncokba. Óriási élmény volt, nagyon nagy élmény volt. Volt egy pillanat, amikor már nem volt mit megtanulni? Nem. Szerintem még mindig van mit tanulnunk. Mennyire vált hagyományjá Bogyiszlóban az, hogy hogy aki megszületik, az jön táncolni? Hála Istennek ezelőtt a 45 év alatt mindig volt csapat, most is van, és van jó utánpótlásunk, és addig nagyon jó megy minden, még az érettségi még nincs. De ezt gondolom, ezt a másik együttes vezető is elmondja, érettségi után elkerülnek az ország különböző részébe, de hála Istennek van helyettük, hazajönnek, itt vannak, jól érzik magukat, és nagyon szívesen veszik ezeket a dalokat, amikor tanuljuk, vagy amikor beszélünk a régi dolgokról. Sokszor itt, minden péntek este itt találkozunk, meséljen, hogy volt, hol találkoztak, miket csináltak, milyen táncokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez átörökíthető, hiszen mi is úgy örököltük. De hogy a mai fiatalokat is érdekli még mindez? Igen. Most is vagyunk 31 néhányan, és van egy 28-30 fős iskolás csoportunk. Kerestek meg benneteket, hogy menjetek tanítani? Igen, most is Bogyiszlói a gyerekcsoportnak a tanítója, és minket is irányít egy kicsit. Tehát mi vevők vagyunk rá, és elismerjük azt, amit ő tud, hiszen ő is itt nőtt föl, Huszárikné Böröd Zsófiról van szó, a nagymamája is az elején táncolt velünk, és a Zsófi ebben nőtt, táncosunk volt, úgy került el innen, ebben nőtt föl. Mennyire lepődtél meg, amikor a Muharei díjat felajánlották neked? Hát nagyon-nagyon, nagyon megható volt, én nagyon-nagyon meglepődtem. Nem is tudom elmondani, hogy életműdíjat, megkönnyeztem. Mi az, amit most még át kéne adni az utókornak? Én azt gondolom, hogy aki mellettem nőtt föl ennyi év alatt, vannak fiatalok is, meg 30-40 évesek is, szinte mindent megtanultak, de nagyon sokat kérdeznek még mindig, hogy mi a véleménye, hogy csináljuk, mit csináljunk. Még ezt ide el kéne menni beszélgetni. Én elég sokat elmentem beszélgetni idős emberekhez, megénekeltettem őket, kikértem a véleményüket a szokások ügyében, hogy milyen szokások voltak, hány kocsma volt a faluban, mit csináltak a fiatalok, a kocsma előtt, hogy volt, mint volt, és erre a mostani csapatnak a tagjai is
ez is érdekli őket. Mindazt, amit ilyenkor kaptál tudást, azt föl lehet tenni a színpadra? Én szerintem igen, hiszen a műsoraink nagy része abból van. Nagybátyám volt gulyás, juhász. Van ilyen juhászos műsorunk, pásztoros műsorunk, a Duna például, ami egy halászós műsorunk, ami Bogyiszlóhoz tartozik, és azt szinte mind fölvittük a színpadra. Elég már? Tehát, hogy nem unod még 45 év után? Hát ott vagyok, hogy lassan le kell tennem, átadni. Amíg az erőm bírja, én azért meg szeretnék mozdulni, mert én nagyon jól érzem magam itt a gyerekek között, meg táncolni is, tehát megmozdulni is jó, de nyilván ez már fiataloknak a feladata, hogy ezt tovább vigyék. Lehet, hogy lassanként te ülsz a fal mellé, és... Igen, azt gondolom, hogy lassan odáig jutunk, hogy én ülök a fal mellé, és önszólok rájuk, hogy emeld föl a kezed, így fordulj, vagy úgy fordulj. De az a jó, hogy elfogadják. Mennyire volt nehéz, amikor egy külső ember, mondjuk amikor a Miska bácsi jött, és egy külső ember akarta megmondani azt, hogy mit kell csinálni? Nagyon szerettük. Nagyon szerettük, és elfogadta mindenki, amit mondott, hogy mit csináljunk, hogy csináljunk. De előtte bármilyen műsort összeállított, mindig leültünk és végigbeszéltük, vagy ajánlatot, Miska bácsi, mit szólsz hozzá, ezt a bácsi ezt mondta, vagy nagyon szívesen meghallgatta. És ő kibővítette. Azt lehet mondani, hogy Bogyiszló mai egyik legnagyobb értéke az a hagyomány, amit itt fölépítettetek, vagy tovább vittetek 45 év alatt? Én minden beképzeltség nélkül azt mondom, hogy igen. Ezt mondjuk a külső emberek nyilván jobban látják, de az, amikor van egy falunapi rendezvény, hiszen nem csak itt a színpadon táncolunk, bármilyen rendezvénye van a falunak, legyen az falunap, paprikanap, disznóvágás, bármilyen rendezvénye van a falunak, az együttes tagjai kiveszik a részét abból, hogy segítünk szervezni, és ott vagyunk. Ha kell, táncolunk, ha kell, akkor segítünk, asztalt viszünk, terítünk, vendéget fogadunk, hiszen ennyi év alatt pláne a Dunamenti Fesztivál idejében, vagy valamilyen fesztiválok voltak, rengeteg vidékiet, külföldieket fogadtunk, akiket mi altattunk, itt láttuk el, és például ez a slici kapcsolat, ez nekem nagyon-nagyon nagy érték még mindig, hiszen akik itt voltak, mi 79-ben voltunk, és 81-ben itt voltak, és azok a fiatalok voltak, ott most már unokák vannak. És az unokák tartják a mostani családok, akikkel a nagyszülők itt voltak, azokkal tartják a kapcsolatot még mindig. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy érték, hogy évtizedeken keresztül tartják a kapcsolatot. Nem félsz attól, hogy ez a hagyomány egyszer csak elveszik? Én bizakodom benne, kérem a Jóistent, hogy ne vesszen el, hogy maradjon meg. Hiszen ez, ami itt van, mindig azt mondom, mindig csak egy darabot kaptunk, ami itt van a polcon meg a falon. Tehát nagyon sokat fel kellett menni a színpadra azért, hogy ez meglegyen. De ide mindenki úgy jön be, mint egy szentélybe. Nekünk ez egy második otthonunk, amikor ide jövünk. És nagyon szívesen megmutatjuk a vendégeknek, vagy bárki ide jön. Van úgy, hogy civil a táncosoknak valaki nem táncos vendégük van, és Marika néni bemehetnénk, meg szeretnék mutatni. Természetes. Hát ez hozzánk tartozik, ez Bogyiszlói, ez nem az enyém, nem a tiétek, hanem az a Bogyiszlói. Azt gondolod, hogy az együttes is Bogyiszlói? Igen. Igen, én bízom benne, hogy ezt úgy érzi mindenki.